Felvételt elindítom. Megnézzük Legendben, mit tudnak menni kíváncsiságba. Akkor story. Winter. Megnézzük ezt a story vonalat. Gondolom, ez már nem a simán első helyen leszek, rész lesz. I think it's time to have a little party. Someone just say party. We are celebrating the bridge season and capping it off in style. Tell them what you got planned, bunny lads. What haven't I got planned? Did you plan that? Because, wow, Michael. Várjál, mert ez ilyen ugratós izé, hó, bele van. Hát ott akkor az nem biztos, hogy jó lesz. Tudom. Everyone's invited to the Grid Winter Bash. There we go. Got it right the second time. Finally. Addig iszok egyet, ameddig. The Grid Winter Bash. Only on Grid TV. Boom. Grid Winter Bash. Come on. Ne drittet már! Ne dritt az... Sprint, nem? Csak a drittes tábla. Ez dritt lesz, igaz? Mit nyomtam? Ezért nem szeretem amúgy az a kormányba, ezt nem szeretem, mikor elnyomkodom. Nem tudom melyik a hatos gomb, mert nekem kör X háromszög. Négyzet. Mondj inkább a izét. És a drift lesz, basszus! Ez remek. Egyet nem tudok kormánnyal, bazeg driftelni. Azt nem tudok. Hát ez innen... Oda néz, lelátok a... Jó, adjuk a picsába, ezt anyomom gombokkal, mert ezt nem lehet. Baszeg. Bármit szívesen bevár. Nem, a drift az nálam, nem. Nálam, azt tényleg gyakorolni kell. Na, most gombokkal ugyanez a felállás. A kormányt nem lehetne, hogy... ez nem fog így működni. Mert a kanyarodás nem működik, csak a gáz meg a fék. A kormány kihúz. Akkor most jó lesz. Egyik kezemben egy USB. VASD Power. Sok. Igen. Hát, de nincs helyem. Ez így gatya. Ez ugye a difficult miatt... Több a pontjuk? Ez meg!
Oké, jó beszopattam magamat. Szerintem több pontjuk van a nehézség miatt. Vagy nem, nem tudom. Mindegy, meg lesz. Nem szá... de ma beleszámolta. Na mindegy, add hozzá. Sok! Ez nem jó már. Húha. Szopás. Ez nagyon-nagyon nagy szopás. Csak ebbe a négyzetbe tudok ebbe driftelni, az a baj. Hal. Így. Igen, ez a drift a lehető legjobbkor jött be. Valószínűleg miért akarok, miért nem csak induljak el előre, semmi más nem kéne csinálni, csak elindulni a következő kanyarig, de valahogy nem hiszek benne, hogy addig el tud menni, hogy ne menjen le a szorzó. Csak menni kell, majd abba a kanyarba elvileg. És nem értem be. Igen, ez baj. Igen, nem, egyszerűen nem számolja. Nagyon sok a pont, tehát az a gáz, hogy a szorzó kell. Nagyon-nagyon sok a pont, és ha nincs meg a szorzó, akkor egyszer nem lesz meg. És nagyon-nagyon rövid a pálya, ahogy nézem. És ilyenkor nem számol, egyszerűen nem számol. És elvette. Mondom, egy még egy szorzót rádobunk, és elveszi. Mondom, nem volt mit, nem volt visszaút. Túl messze van a következő. Annyira szűk, hogyha én azt akarom, hogy valami driftet számoljon. Hát ezt valószínűleg két menetből kell megcsinálni. És nem. Ilyenkor nem értem. Szerintem nem igaz, hogy kurva szűk a pálya, bazd meg!
Minden rohadt tizét leveszek, korlátot. És képtelen vagy egyszerűen, ha elbaszod, nem lesz meg a pontszám. Nem, ez... Izu, meg fogok bolondulni ennek a pályának a végére. Ennél rosszabbkor nem jöhetett volna egyébként verseny, ilyen verseny. Pedig csak 70 ezer. Menjünk tovább, azt meglátjuk. Ezeket egyszer nem számolja, nem kezd el számolni. De miért nem? Hát ez fal, ez fal. Azon meg kapkodok, mert már tudom jól, hogy ha nem csak 10-es szorzót a végére, akkor nincs meg. Lesz vége szerintem a mai live-nak egyébként. Hát az eleje alakul, baszki, de nem, mert az a lényeg, hogy ahanyan szorzó van, annyival szorozza ugye az összeget. És a 190 ezerhez kurva nagy szorzó kell, majd legalább egy 10-es meg 19 ezer. Nem számolja, egyszerűen nem értem azt, hogy a kis dritteket miért nem számolja bele. Ezeket abszolút nem értem. Ah, faszom, felfogom, ezt fel fog baszni most. Már próbálok mindent, hogy az elején még egyet valahogy belevin, de nem tudom. Azért akartam egy ballost. Na Roland, hajrá! Én most kapok agyvérzést a játéktól. Jó, most meg lesz. Most érzem, most meg lesz. Még így is. Figyeljél oda.
Magnetzse nem ebbe a körbe. Olyan 100 évvel később. Hát, hogyha nem legendre rakjuk, akkor nem kéne ennyi pont. Jó, na már azt vagy végigdriftelem azt a kanyart, vagy baszhatom. A kihívás az éppen agyvérzés. Ezt most sajnos nem kihívásnak. Nem tudom, hogy számít-e. Mindent, az a szar, hogy mindent próbálok, mindent, hogy egy kicsit adjon hozzá, mert ha elveszi, vége. Fal. Nem tudtam behúzni. Nem jó voltam. Nézzük már meg csak kíváncsiságból, hogy gameplay. Hogyha leveszem, akkor könnyebb lenne médiumon, ahol volt. Na, tényleg amúgy könnyű legyőzni őket. Lehet, hogy nem kíváncsiságba. Negyvenhatezer. Hát László, éppen driftelni próbálok.
Figyeljetek már, én ezt amúgy visszanézném, azt a falat. Az, hogy mennyire volt közel az a fal? Ha én a kormányt elpakolom, ha nem maragszatok meg, mert nagyon késő van hozzá, hogy azzal karikázzak. Nagyon kéne koncentrálni. Most fog majd jönni nem sokára. Az a fal, az nagyon közel. Az biztos voltam benne, hogy rákenődök. Az már volt, nem? Vagy most lesz? Bocsánat. Ja, nem, annyira nem volt közel, csak úgy tűnt első kamerából. Határosat. Jó. Oké, mehetünk. Marad a billentyűzet. VASD. Nekem már így a 5. óra után azt gondolom, hogy így bőven. 5 óra, már mindjárt 6 órája nyomom. Elektrik. Gyerünk. Ez mi a... miért rakott vissza? Nem semmi. Ez kurva gyors az a kocsi amúgy. Jaj, elnézést. Kicsit Need for Speed-esebben megyünk, hát most benne van. Nem, ilyet nem csinálunk. Ez is valami egyébként ilyen külön játékmód, ugratni kell a kocsik a szuperautókkal, meg ilyenek. Biztos, hogy ehhez a kocsihoz kell az az ugrató.
ki akartam próbálni mindenképp. Ennél messzebbre is tudok repülni? Szerintem itt. Na jó, próbáljuk már meg még nagyobbat ugrantni. Várjál, figyelj! Hát ez így is élvezhető. Nem kell ide kormány. Hát ennél nagyobbat nem lehet. Lehet kézifékkel kanyarodni. Mi lesz a következő? Megint ilyen repkedjünk valahova? Mi van? Objective Barrel Roll, ez mi? A váltokat ez nincs meg. De az micsoda? Ugye az nem ilyen szaltózni kell, vagy valami. Ez a Barrel Rolls. Az nem az, amikor megpördülsz a tengelyed körül? Én nekem valamiért az rémlik. Ez nem ez az. Ez bazd meg, ez mi a szar? Nem működik itt a izé. Kézifékes kanyarodás, azért az nem jó ez a kocsi. Mindenki a nemezi sem. Akkor most derbizzünk. Ez nem tudom milyen Rolls volt, de nyomtam egy ilyet is. Left.
Azt hiszem, miért kell előttem kicsúszniuk? Azt akarom, hogy az egyenesbe rámenni egy ilyen barrel rollsra, hogy meg tudom egy csinálni. Nem. Nem is jól mentem egyébként rá. Na, meg lehet csinálni egyből is. Jó, menjünk, mert utolérnek. Bóckodásból elég volt. Driftet még mindig nem az igazi. Próbálkozom. Akkor ez olyan, mint a Ronch Derby is, hogy itt vannak ilyen feladatok, amiket teljesíteni kell az, hogy a pálya meglegyen. Nem tudom mitől winter, hogy esik a hó, majd hogy értem, de ne tudnék képzelni ilyen rendes ilyen olyan pályát, ahol oldalt ilyen havas, tehát hogy ők így, mint a rally, van mondjuk a Project Cars volt ilyen, amikor itt tavon kellett menni, ilyen befagyott tavon. Lehetne valamilyen is. Overtake 7, ki kell ütnöm 7 vehicle-t? Az nem az? Az egyből kettőt ért. Számolta.
Ezt meg számolta. Nem értem. Nem értem, mi alapján számol. Azt mondod, hogy kenjen fel a falra? De majd a következőt. Nem olyan könnyű. Ennek már csak elég volt neki menni. Nem is, hogy lett 5? 4 volt. Hat lett, nem értem. Most mitől lett 7? Én mentem a falnak. Na mindegy, oké, nem gond, nem értem egyébként. Lényeg, hogy megvan. De a végén nem mentem neki. Mindegy, lényegtelen. A lényeg, hogy megvan. Igen. Tényleg amúgy, vagy csak az épületet megláttam, azt így bevillant. Notre Dame-mal mi van? Felújították már? Vagy nem tudom, mikor égett az le? 2 éve? 3? Megláttam azt a ablakot, az pont ugyanolyan volt, mint annak.
Nem tudom, nem követem. Nyilván sok idő, mert azért ezt nagyon komolyan meg kell csinálni, ha azt akarják, hogy olyan legyen, mint volt. Ha bár Isten igazából szerintem ugyanolyan máshol nem lesz. Nem tudom, hogy meg tudják. Ugyanolyan, tök ugyanolyanra szerintem nem tudják megcsinálni. Meg nem is tudom, hogy van-e olyan része, ami épp maradt. Már mint a kövön kívül, vagy mit tudom én, miből van az. Na, ez az. Na, jön a buli. Mit kell csinálni? 10 second airtime. De ebbe a versenyben legalább amúgy is van, meg az életben is ugyanígy van benne ugrató. Ez real. Pörgessük vissza. Igen, másodpercekbe számolja. Ah, nem rossz szerkezet. Ez volt az airtime. Ugyanilyen. Tehát, na, nincs benne nitró, de ugyanígy. Keres rá, nem tudom, hogy Super Truck, vagy mi a tököm a neve. YouTube-on van fönt, ugyanígy ugratnak. Tehát ugyanígy van egy versenypálya, csak vannak ugratók. Ugyanez, ugyanígy felemel a kanyarba, ugyanígy megemeli az elejét, amikor fordul. Erre gondolok, várjál. Ugyanígy emelkedik az első kereke, mindig a belső íven. Akkor az. Ez ugyanígy van egy csomó.
Hányszor fogom még ezt benyalni? Én Super Truckra tippelnék, de lehet, hogy az rohadtul nem ugyanez. Achievement pipa. Iszonyatosan nem fordul egyébként. Igen, betonon mennek általában vele. Ó, köszönöm a követést a Twitch-en. Ja, ugyanott, ezt a falat, vagy ezt a tök mindegy mit, egyszerűen nem. Vagy a fal, vagy a csövekbe, vagy mi az. Be neki megyek ott. Roma, megint bóckodok a kézifék kanyarba. Meg kell magamat szoktatni róla. Ott a győzelem. Na még egyet megnézünk, aztán meglátjuk, hogy ez mennyire lesz szopatos. Ha megnézem, hogy mennyi van még most, a 2-3 marad, akkor azt mondom, hogy befejezzük, de... Hát nem tudom. Drifts. Ki gondolta volna? De tényleg ki? Nem lesz még egy drift. Mondjuk én nem gondoltam volna, hogy lesz. Mi történik itt? Eljátok, akkor 1, 2, 3, 4. Jó, toljuk végig. Pro drift. Drift Racing, oké. Okay. 44 ezer pont, ne kell lennie. Nem tudom, mi történt az elején, hogy egyáltalán nem számolt. Olyan videókat készített, csak igazi verdákkal, de sokan azt hiszik, hogy játékok. De nem az. Ebből élsz, hogy ez csak hobbi? Mert ezt már régen is mondtad, emlékszem.
És úgy érzed, hogy ebből lesz is több, mint hobbi? Vagy mi a meglátásod? Vagy inkább azt mondod, hogy nem hiszed. Nem tudom el se képzelni, hogy mindenből meg lehet élni a mai világban, csak valahogy azt gondolom, hogy kicsit szerencsésnek is kell lenni. Jókó kell lenni jó helyen. Akkor még három verseny. Mi a feladat? Kettő bárrelról az. Ez fasza. Nem nagyon örülnek versenypályán, mert hát kemény látvány, meg az FIA és a... De... Mi ez hogyan működik? Tehát te kimész és videózol csak úgy? Ez nem jött be. Ezek, hogy nem fordul át. Hihetetlen. Ez katya. Még egyszer megpróbálom, csak jó kéne eltalálni. Nem így, de... Ezt is elbacztam. És nem. Miért jó egyébként? Hát, hogy miért csinálod? Vagy nem tudom, ezt hogy kérdezzem meg. Beszarás. Én értem a játékot, hogy mit akar, hogyha ezt ennyiszer elbaszom, nem tudom megnyerni sem. Two laps left.
Megint nem tudom eltalálni. Nem tudok rámenni. És nem, egyszer nem fordul át, baszki. Végre! Jó, a második hely, csak érjek be. De milyen, meg TikTokon van kint videód? Igen, sajnos az egész világ így működik, ezt mióta elkezdtem dolgozni, tulajdonképpen azóta ezt tapasztalom, hogy nem csak az, hogy nincs ismeretség, hanem hogy, de igen, tehát hogyha nincs, ha van egy darab ismerősöd, aki pont olyan dologban mozog, ami téged érdekel, és jó pozícióban van, akkor nyertél, akkor onnantól nyertél, tehát de ez mindenre igaz, ugyanolyan, mint amikor el akarsz költözni mondjuk otthonról, ha a szülei tudnak neked lakást venni, akkor spórolnak neked 30 évet, mondjuk az életedből, annyival tovább élsz. Tehát ez sajnos vagy nem sajnos, ez egy ilyen köcsög dolog a világ szempontjából. Hát ezzel nem lehet mit csinálni. Itt is overtékezni kell. Tíz vehikőt. Súnya van. Kurva, hogy kinéz belülről.
Nem értem. Nem értem ezt az overtake-et. Csak előzzek meg tizet? Azt ki... Lehet, hogy csak annyit akar, hogy előzzem meg őket? De nem kizárt. Nem. Jó van, jó pihenést! Amúgy a helyezésem is szar. Még a célegyenes előtt meg kéne lennie. Jó, megvan, ez az utkó még egy kör, úgyhogy fasza legyen. Hogy itt egy nagyon jó kört kéne menni. Ez a havas challenge egyébként, ez jó. Ez kifejezetten tetszik. Három egész öt másodperccel vagyunk beljebb. Nincs miért köröm? Ott az első hely. Cselvileg egy jön még. Ha én jól számoltam, akkor még egy van. Jó is lesz, és akkor legalább ma időbe tudok aludni.
Azaz, egy kis drift a végére. Hát ha ez tényleg a vége. Tökéletes. Ez már nem az. Ugye ez sokkal hosszabb verseny, szóval simán megveszünk. Így is. Na jó, állj, állj. Mély levegő. Nem baszakodunk. Irány előre. Oké. Megint sok. Nagyon nem fekszik nekem a pályának ez a része. Nem. Egyszerűen nem érzem. Már mindjárt jobb. Adja hozzá, és akkor megvagyunk. Hát lehet az is egyébként benne van a pakliba, de megvan az első hely. Akartam próbálni, hogy ekkor sebességgel lehet, de... Kár, hogy nincsen drift kamera. Ez sem az. Ez kérlek szépen a Grid Legend, csak éppen töröm össze a kocsit. Ahogy is megvan a pont, már tök mindegy. Nem. Mindegy, vigyük be, mert már én tényleg fáradt vagyok is hozzá, meg és értelme, mert már meg vagyunk.
We should really get back our uniforms. Just own it, Ajit. Own it more. Own it more. More owning it. I guess it's mine now. There we go. What have I told you about filming in my garage? Sorry. Sorry. I did tell him. Bo! Jó, hát szerintem ez ennyi. Úgyhogy megyek gyorsan felrakom a vodokat, ha vége van, várjuk meg, de szerintem igen. Jó, hát akkor innentől a gridet kijátszottuk, úgyhogy amíg jó is egyébként, hogy elkezdtem Quick Race Season, azért még a karrierben is van, Rocky, Semi Pro, Pro, Szeg. Karrierben mi a franc van? Hát ez kicsit ilyen... Hát ez ilyen Gran Turismo feeling, és akkor ezeket végig lehet pörgetni. Nem rossz amúgy, Grid Challenge. Mindenféle jármánnyal, azzal járgánnyal. A legdurvább kocsi, ezt nem lehet megnézni. Ami lakat alatt van, abban be se lehet menni, mi? Nem, abban nem, Open Wheel Racing. Kár, mert egyébként biztos, hogy vannak, itt van Forma 1-es autó, tessék. Hát ebben nagyon sok cucc van ebben a játékban. Úgyhogy igen, tehát szerintem bőven megéri, most akciós egyébként, most nagyon megéri. Most Create Season, Dynamic Events, Week Race. Aj ne! Random bedob valami versenyre? Ki csinál ilyet amúgy? Ez most én full random bedob egy versenyre, és hogyha nem akarom, az legyen, meg semmi nincs. Mennyi hülye gyerek kategóriával, azonnal elindít. Durva. Ezt kihagynám. Egy élmény. Jó, most kacok. Örülök, hogy itt voltatok. Sőt, annak, hogy egyre többen vagytok újjak. Ez kifejezetten jó. Aztán holnap este jövök, akkor viszont a holnapi nap annyiba változni fog, hogy eddig arról volt szó, hogy... Várjál. Eddig arról volt szó, hogy nyomni fogjuk a gridet holnap, de akkor grid nem lesz, meg nekem most elég is volt egy napot, lehet, hogy nem akarok autós játékkal tölteni. Úgyhogy holnap Grand... Nem, kod. Kodozunk. Kod 1. Hogy aztán milyen lesz, azt nem tudom. Meg egyáltalán az, hogy el tudom elindítani, tehát nagyon remélem, hogy igen. Nézem itt a kocsikat. Regday. Az, hogy mennyi autó van ebben a játékban, hogy jó Isten. Forma 1-es, Renault. Ez nem ezzel nyert Alonso világbajnokságot? Hát a ritka, ha előbb kezdek, előbb fordul, de a 8-a tuti. Hát ugye gyertek, banom, gyere be Discordra, te is, nem tudom, ha sikerült-e megcsinálni, vagy nem, vagy izé. Ott lehet izélni, kérdezz, nyugodtan csevegőbe beírtok, mi a helyzet, izé, hozé, lehet dumálni, azért van. Jó. Van content, ott be kiegyezhetünk. Na jó van. Igen, na jó, cső mindenkinek, szervusztok, sziasztok, jók legyetek. Na csá. Csak én, ha be tudok zárni, ennyi mindent? Be hát.